Szóval már majdnem letettünk erről a nyomorult játékról, de mégse. Ennek megvan az oka. Megköszönnék, mester mosolygós fej. Jó játékot és sok szerencsét, mosolygós fej. Nagyon szépen köszönöm, Dante Laci, a 41 hónapodat, legyél örök életű és örökké mogger. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Szóval nem csak Dante Laci az oka, aki azért gondolom szereti a focit, ha már itt van, hanem az, hogy történt egy nyitás, mikor már mindent föladtunk volna, és ez a nyitás, ez meghozta újra a kedvet. A csapat nekem most rendkívül szimpatikus, és a két mágus, a csapat gazdasági és sportigazgatói összedugták a fejüket, és igazából nem is kellett olyan nagyon sokat variálni vele, hanem gyakorlatilag a spanyol vonalat kihúzva sikerült egy elég ütős brigádot létrehozni francia és olasz keveréssel, amit nem sokára meg fogok mutatni a kedves nézőknek, de először még a közszolgálati közlemények, a közjót szolgálva elmondanám, hogyha beírjátok, hogy felkiáltójai játék, akkor a Steel Series játék részleteit tudhatjátok meg, ahol lehet nyerni Steel Series fejhallgatót, Steel Series klaviatúrát és Steel Series egeret. Ehhez annyi kell csak, hogy Steel Series pontokat gyűjtögettek, és ha gyűjtögetik ezek a pontokat, amiből én is adhatok nektek bármikor, tehát például most is adok 25-öt, akkor ezek gyűjtésével 18-án lesz egy sorsolás. Ezeknek a pontoknak a segítségével vásároltak tiketeket a különböző eszközökre, és azt ki fogjuk sorsolni. Aztán a következő hónapban indul megint egy ilyen akció, majd a következő hónapban megint egy akció. Úgyhogy erre lehet gyűjtögetni, hogy minden mogger jól járjon, de nem csak a moggerek, természetesen a feliratkozók azok több pontot szeretnek a nézéssel, mint a nem feliratkozók. Ez az egyik közérdekű információ. A másik, kérem szépen, az pedig, hogyha beírjátok, hogy felkiáltójel akasztott, akkor kidobja az új önálló estemnek a helyszíneit. Márpedig holnap megyek Szeglédre, ez a bepótolandó előadás, ami betegség miatt elmaradt, oda is még lehet jegyet venni. Aztán 60-ba, csütörtökön, pénteken Veresegyházára, 14-én pedig Pomázra, tehát sorozatban fogok támadni a vidéki, illetve Pest környéki városkákba, és a jövő héten szombaton Lajos Mizsét fogom betámadni. Úgyhogy legyetek kedvesek, gyertek, illetve hát a hónap végén dupla előadás lesz a Corvinon, lesz egy délután, és egy pedig este Rezsővel együtt fogjuk szórakoztatni a jó népet. Tényleg mindenféle elfogultság nélkül tudom mondani, hogy egy elképesztően jó előadás, csak keveseknek adatik meg, hogy ezt lássák. Én a helyetekbe már most beülnék a színházba a holnap utáni előadásra is 4 nappal előtte, az a biztos. Na, azt mondja, hogy nem lesz ez sok belőle, sosem elég, mester, vajó valóban miről beszélünk? Mi nem lesz sok nagykó. De mert most még nincsen a most beül szimpatikus vadparaszt, akkor nézheted a telefonon a streamet, és közben ott vársz a székeken, érted? Mert most én még nem vagyok ott. Tatabányára is megyek novemberre, csak azokat az előadásokat még most nem mondom, de igazából Balu kapitánul nagyon örülök neki, hogy jössz. Most csak ezt a hónapot mondtam el, de hogyha benéztek a linkbe, akkor ott láthatjátok az egészet végig. Talán hát a december is már ott van. Jó. Na, hölgyeim és uraim, szóval a közérdeki információkat elmorzsoltam, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy kezdődjék a játék! We'll be right back.
És kezicsókolom. Itt van a brigád, ami egészen elképesztő lett, kérem szépen, 84-es ratinggel, 33-as chemistry-vel, Donnarumma a kapuban, Kimpembét kinyitottuk, aztán érkezett Bremer a Juve mostani legjobb védője, aztán Spinazzola szintén sajátunk volt. Az egyetlen gyenge pont talán itt Molina, őt lehetne erősíteni. Itt van Klaus, itt van Coquelin. Őt szerintem vásároltuk. Nem, ő nyitás volt. Úgy látszik az enyém élből. Coquelin, úgy-úgy áronka, én is azt mondtam. Szevasz Domi Vix, szép délután, mester, mit gondol az új EFC-ről? Hát kérem szépen, amit gondolok róla, azt most nem mondom el újra, mert nem akarom magam nagyon ismételni, már így is megtettem százszor. Fos, de egyelőre most jó a csapat, legalább itt a kártyák jól néznek ki. Aztán itt van Pellegrini, akit nagyon kedvelek, és hát amiért végül is még itt vagyunk, és foglalkozunk ezzel az egésszel, hogy kiézzált volt szerencsém kibontani, akit amúgy is meg akartam venni, úgyhogy így a csapat megerősödött, Dybalát megvásároltuk, Griezmann szintén kibontottuk, tehát ez a kettő csatár itt azért remélem, hogy okoskodni tud majd. Úgyhogy alapvetően nagyon jó a csapat. Ami érdekesség, hogy fel kellett vegyek egy titkárnőt, mert úgy érzem, hogy a csapatnak szüksége van tényleg egy olyan támogató nőre, akit úgy valóban el tudok képzelni egy ilyen komolyabb csapatnál, tehát hogy gyakorlatilag levezessék a feszültséget a játékosok, hogy legyen velük, aki beszélget, esetleg kényezteti őket, ezért behúztuk Razinelt. Razinel egy rendkívül bájos oszlopa a csapatunknak, menedzser, de természetesen nem edző, hanem általános menedzser, menedzseri a játékosok fizikumát. Rozi néni, így van. Úgyhogy ő tényleg ezzel a mosollyal talán tudja gerjeszteni a csapatot. Mindig mellé teszem azt, akivel épp foglalkozik, most Lópezzel foglalkozik. Utána jön majd a Penge. Hát Nagyko, az be kell ide kerülni a csapatba, az pedig egyelőre úgy érzem, hogy messze vagy, amíg nem nyomtatnak rólad kártyát. Minden esetre hiába bronz, azért ő többet tud Rozi néni, mint amit gondolnánk. Én még jelenleg a 23-at nyomom, de gondolkozok, 24-en megéri. Ne! Ne! Nehogy megvedd! Nehogy megvedd! Ne! Ne! Ne csinálj ostobaságot! Senki ne vegye meg ezt a fost, jó? Senki. Majd ha szólok, akkor Jézusom meg akarta venni. KDZ. Azt kell neked mondjam, hogy megmentettem az életedet. Köszi szépen, Tanker, a 43 hónapot, legyél örök életű, és örökké, Mogger. Köszönöm szépen, tényleg, ezt a rengeteg vizet, amit belém toltál, és minden egyebet, az itt létedet gyakorlatilag az elejétől kezdve, 43 hónap az rengeteg. Kávét főz, cipő stoppol, nevedd meg. Joe a hegyről. Szevasz, Joe! Milyen nyereményjáték van? Beírod, hogy felkiáltója egy játék, és mindent megtudsz. Steel Series játékunk van. Kérem szépen, jó kis cuccokat lehet nyerni. Felkiáltója játék. Na! Akinek nincsen suttogó üzenete beállítva, hogy lehessen neki küldeni, az nem fogja tudni megkapni az üzenetet, ezt csak mondom.
A borítón kéne rajta lenni, igen, hogy ne vedd meg. Életveszély. Szóval ez itt a csapat, és most akkor egy kicsit csapatunk velük, nézzük, hogy mit tudunk, kérem szépen. Javárjunk, azt mondta Áron, hogy itt meg kipróbálta a dolgokat, és itt is tudok. Nem, itt nem tudok. Akkor hol tudok belemenni a sima beállításokba? Itt, mert hogy a kontroller lehet, hogy elállítódott. Hol van? És azon gondolkodom, hogy remélem, hogy Áron ugye nem izét játszottál, éles meccseket. Customize control. Ez az. Aha. Igen, ezt át kell klasszikra lőni. Igen, jó. Ja, jó király. Szóval ezt köszönhetjük Áronkának és Gamepacinak, hogy itt most ez össze lett rakva. Én remélem, hogy ezzel a csapattal már, mivel szimpatikus figurák is vannak benne, illetve hát ennél többet én nem akarok. Ezzel a csapattal el kell jussunk, én azt mondom, hát minimum az ötödik osztályig, de jó lenne a negyedikig. Egy nyugodt játékkal. Még a taktika az az, amit be kéne lőjek, illetve személyre kéne szabjak, ebben ugye nem nagyon lehet segíteni, ezt nekem kell megoldanom valahogy, remélem annyi időt tudok szárni rá, hogy ez megtörténjen, és akkor végképp majd leírhatjuk a játékot. Na, ezt a fost mest, ez például már most el tudjuk takarítani, és berakunk rögtön egy olyan meszt, amit büszkén hordhatunk. Várjál. Igen. Na, mi van? Ide. Ide. Nézzünk valami épkézlábmeszt. Valencia. A Valencia meszt az mindig jó szokott lenni. Ugye ez volt talán, nem ez volt. Na jó. Akkor itt az idő egy kis bingy-nek. Méghozzá bemegyünk és veszünk meszt. Bazd meg. Store az? De nem az, hát az transferben lehet. Na. Azt mondja, hogy... Bazd meg. Nem itt lehet váltani, hogy... Ja, itt lehet váltani, oké, okay, meg leszünk mindjárt. Jó. Black. And white. És search. Kell egy címer nekünk, de azt hiszem, mivel a Mogács Akadémi nem volt, ezért a botafogónak ezt az egyszerű kis csillagját fogjuk alkalmazni. 4900? Anyád, hülye vagy? És ez az egyetlen van.
Ezt nem hiszem el. Van embetűs címer? Melyik? Melyik az embetűs? Megneved annyiért. Jó, hát mindegy, fölrakom a transfer targetek közé. Na mi van, nem raktuk oda? Transfer target. Transfer target are longer listed. Will appear here. Ez mit jelent? Hát tudom, hogy van embetűs, hát drága Bartolix Pax. Te nem nézed a 3-4 éve tartó Mogács Akadémi történetét? Hát az a címerünk. Mutatom, jó? Nagyon figyelj. Figyelsz? Nagyon-nagyon figyeljél, most figyeljél. Hopp! Nem ismerős? A Monterrey a címerünk, de nincsen benne a FIFA-ba, ez is egy jel, hogy már az sincs benne. A Monterrey elvette tőlünk gyakorlatilag ezt a címert. De most visszamegyek. Szóval, miért nem tudok ide menni? Nem tudom ide rakni a transfer targetek közé. Mindegy. Glasgow City. Jó lesz a Liverpool, hát de az nagyon egyértelmű. Az a baj, hogy nem akarok olyan címert, ami egy egyértelműen jó. Álltam, tehát ennyire a Juventust is tehetném, de valami olyan teljesen... Hopp! 200. Azért 250-et megír szerintem. Mindenképpen fekete-fehér kéne legyen. 4900, 3900. Ez a Victoria se rossz feltétlenül, de ez a Glasgow City, ez olyan jó pofa. Santos. Hát, nem egyszerű. A női csapat? Az is lehet a Santos, vagy melyik? Nem működik a felkiáltó ilyen játék? Hát csak nem. Hát csak közben megnézem a... Egyelőre miénk, egy perc van botafogóra. Az Atletico Milano CM felirattal jelenthetnék Klub de Akadémi Mogács. Atletico Milano, mindjárt megnézem. De ezt azért behúzzuk itt 250-ért. Na valaki rátett, mit mozdult meg? Miért mozog? Ez miért mozog? Már nem hallok semmit. Csöndben van. Csak mozog.
Most már hallom. Yes! Behúztuk! Glasgow City, amennyire én tudom, Celtic meg a Rangers mellett nem igazán van másik férfi csapat a városban. Ja. És akkor Nagyko azt mondta, Atletico Mineiro, azt nézzük meg. Ő Atletico Mineiro. De ilyet láttál, vagy rákeresek inkább egy az egybe. Nincsen itt név. Nem lehet nevet névre rákeresni, az a baj. Amit nem is értek egyébként. Ó, baszki. Szevasz Melina Nandi. Na. Libertadores ligába? De ligára se lehet rákeresni, de kurva jó. Nem lehet rákeresni sajnos. És ez? PAOK FC, ez vajon kinek a fia borja? Görög. Ő azt mondja, a liga melletti nézetbe jelölje ki az autentikát. Authentic. Ja, és utána lehet keresni. Aha. Akkor most rámegyünk a... Melyikre mit mondtátok? Hol mit mond... A Stafford oroszlán az se rossz, de nekem fekete-fehér kell mindenképpen. Brazil. Hol van a Brazil? Ez. Jó. És az fekete-fehér? Most mindegy, menjünk rá a mindenre. Atletico Mineiro, ezt ki mondta? Klub Akadémi Mogács, ezt mondtátok? Uh-huh. Csak ronda. De egyébként ötletnek elég jó, azt el kell ismerjük. Nincs is belőle több. Miért nem tudjuk ide rakni? Miért nem tudom oda tenni a transfer targetek közé? Mit csinálok róla? Oké, csak ezt mondja el valaki, hogy ide teszem. Itt lehet odaadni hozzá? Jó, ez akkor most meg kell legyen. Akkor itt nem lehet, csak ott. Oké, jó, most egy kicsit... Megnézegetjük, hogy mik vannak. Hát csak ez érdekes. Klub Libertadó. Nehéz pillanatok ezek, a döntések. Lehet aztán, hogy ez lesz tényleg. Ez a CAM, ez elég jó.
Vagy a sima csillag. És az is lehet, hogy a szavazásra fogom bocsájtani. Hát itt több nem nagyon lesz. Igazából még ezt egy utolsót bevetünk. Black. Ne! Az meg. Black. White. Authentic. Minden mehet. Hát nem is biztos, hogy autentik minden menjen. És még csinálunk egy nagy kört. Van-e bármilyen olyan fekete-fehér cucc, ami érdekes lehet, és akkor meg fogjuk szavazni. Nekem ez is nagyon tetszik, az az igazság. Csak nincs sok köze a Mugács Akadémihoz. Nem. Ez is egy érdekes címer, ebbe se tudom belerakni. Nincs túl sok köze hozzá. Newcastle teljesen fekete-fehér és csíkos. Igen, a Newcastle a kedvenc angol csapatom, nem véletlenül. De az is, tehát az túlság, tehát az egy csapat, én nem a Newcastle-t játszom, hanem a Mugács Akadémit, tehát sajnos nem lehet beletenni olyat, ami az a baj, hogy ez a Monterey címer az annyira tökéletes volt, hogy rohadt nehéz bármit is a helyébe rakni. Milyen jó lenne egy M, nem? Közepén. De szerintem ez a sima csillag, még ez van a máj, és ez mi. Ezt se tudjuk ráfogni. Keresek a címerbe valami olyat, ami esetleg közös lehetne. Aha. Nehéz ügy. Sima oroszlán az is jó egyébként, tényleg, csak nincs sok köze a mi kis csapatunkban. Tehát félek, hogy itt már jöttek egyébként a Discord csatornán. Az Inter miért nem jó? Az Inter! Gondolom, csak vicceltél. Egy Juve szurkolónak ilyet mondani, hogy az Inter miért nem jó, hát rengeteg okot tudnék mondani. Van. Jó a cám, ugye? Stafford City is fekete-fehér. Stafford City. Stafford City. Stafford City. Stafford City. Stafford City. Na várjál csak. Mit akartam itt? Ja igen, hogy a Discordon megnézem, mert küldtetek talán a kreatív szobába. Nagykó, te biztos tudod, hogy hova küldték. Voltak a... Mesternek olyan netje van. De mondom, hogy Juve logó is valószínűleg van, de a Juve, az a Juve, az a kedvenc csapatom, a Liverpool, most ott van a Dominik és a kedvenc edzőm, tehát azt is nagyon szeretem. Ilyeneket nem teszek be. Newcastle az angolok közül a kedvenc csapatom. Spanyolok közül pedig a Valencia a kedvenc csapatom.
A magyarok közül pedig a Fradi a kedvenc csapatom. Ezekkel nem játszhatok úgy, mint Mogács Akadémi, mert ezek a én nagyra tartott csapatjaim. FIFA címer kerestetik szóba, ilyen van. Azta. Általános ötletek, intrőletek, kreatív, akciófigyelő, csapattárskereső, beszarok, FIFA címer, aha, ott van. Na hát itt valaki csinált egy szép címert, az nem jó, ugye van a Marseille, ahol egy M betű van, de az kék, ez maga az ördög, egyébként ez nem rossz, ez a Stade, aki akarja nézni a Discordra, jöjjön föl, és ott van a FIFA címer kerestetik szobába. A Bari, hát az nem annyira. Victoria Spark Sport Club, rajta a titán. Igen, csak ez Victoria, bár mondjuk ez nem a női név szerintem, hanem a győzelem. És középkori is. Mi az a Mikó? Van egy ilyen hajós cam. Ezt Zsombi a Zsombi küldte ezt a camot egyébként. AM állhatna itt, mint Akadémi Mogács. Hát ez a cam az nem rossz valóban. Kár, hogy nem annyira ütős a címer, de tehát ez a, hogy is hívják, New York Times betűtípus, amivel begépelte egy titkárnő a CAM-et, ez eléggé egyszerű, puritán, de végül is, na, akkor tartsunk egy szavazást, én azt hiszem, hogy végignéztem mindent 6-szor, hogy a csillag legyen, vagy a cam. A csillag vagy a cam? Erről kérnék szépen egy szavazást. Ha van itt most valaki, aki ki tudja írni, vagy írjam ki. Hogy bágos a keresés. Newcastle teljesen fekete-fehér csíkos. Ott volt egy ilyen Heraklész. Fasz meg, állj meg. Ez sem néz ki olyan rosszul. CAM vezet 63%-ra. A chatfal tetején lehet szavazni, kedves nézőink. Ő legyenek kedvesek, szavazzanak. Mit látnak jónak? A csillagot, vagy pedig a CAM-et. Melyik legyen a Mogács Akadémi címere, így az eredeti címer hiányában? És én szerintem, hopp, ez mi? Hát... Igen, nagyon jó, legyenek kedvesek, mindjárt lezárul a szavazás. 63%-ra vezet a cam. 63%-ra vezet a cam. Vagy itt a csillag a botafogó, cam vagy botafogó, ez a nagy kérdés. Dani FC. Találtam egy másikat. A cam, kérem szépen, megnyerte. 67%-ban szavaztak a kedves nézők. Igen, azt hiszem, hogy egyelőre mindenképp ezt a camot fogjuk
Jaj, de várjál, akkor most meg is kéne találjuk, mert az meg nincsen meg. Authentic. Szóval az mi az? Spanyol volt? Atlético Mineiro. Hol vagy? Melyik a spanyol, baszki? Mi annak a neve? Itt lemaradt a chat. Libertadore. De én nem láttam itt, én is azt kerestem. Még lehet, hogy az E betűnél... Miért nincsen ez? Nincs ABC sorrendben, ugye? Várjál, itt az egész magyar liga itt van. Mennyi van a magyar ligában? Mondjuk a címere se jó a magyar ligának, tehát teljesen mindegy. Itt van, baszki. Cam. Nem szopatsz. Jó. 300-ért behúzzuk. Jaj, már ott van. Oké, de egyébként... Jó, és akkor most még... a pólókra lenne szükségünk. Black and white setből. Azt hittem, hogy M van a közepén. Nem rosszak, nem rosszak azért. Ez például egy kezdésnek nem rossz, ugye? Remélem nem egy női csapat. Ez elég életisztult. Home kit. SV Sandhausen. Ből megnézzük az AV kitet. Authentic SV Sandhausen. Ezt gondolom. Ó, de ez hanyadik volt Bundesliga, ki emlékszik rá? Német kis csapat Bundesliga 2? Megnézzük ott. SV Sandhausen. SV Sandhausen. Ó, baszki. Bundesliga 3. Azt a betyár. German 3. Oké, és nevét azt nem tudjuk megadni a csapatnak, ugye? Klub. SV. Ez az. Ah, tökéletes. Már meg is vesszük. Ki is fizetjük. Egyelőre jó lesz, aztán még keresgélünk. Szerintem a mai napra ez így. Bőven elég, remélem, sikerült megvásárolni. És nem csapta le valaki a kezemről. Ó, hogy szopjanak le. Megvették ezt.
Most ez bágos, ez a fos. Jó, ez megvan. Klub Atlético Mineiro. Jó, ezeket közben behúzzuk. Ez még nincs meg. Ah, passz meg. Transfer list. Transfer market. Atlético Mineiro. Pipe, igen. Authentic. De nem adhatom meg a csapatot addig. Atlético Mineiro. Ahumma ne. Így, kész. Oké, innen hozzá lehet adni egyből a csapat címerhez, vagy ezt még itt mennem kell valahova. A list on transfer. XL. Oké. Akkor ez megtörtént. Visszajövünk. Oké. Így. Klub. Oké. Oh, szinte tökéletes. Oké. Most az AV kitet választom, ugye? Nem sikerült megvegyem a izé másikat, fogadjunk be, az meg nem hiszem el. Ott kéne legyen mellette. Szevasz, Roli! Azt tudom, de a home ez a hazai, és az AV-ben nincsen ott, tehát szerintem nem vette meg a... Nem sikerült megvenni. De sikerült, csak még itt van. Úgy. A végig itt is egy XL. Behúzhatom? Jó. 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 Ott van. Az meg. De miért ide tette, vajon? Mindegy, ez már nem olyan nagy baj. Ez a home. Ez meg az away. Úgy. Nem rossz ez. Mert csak az a kérdés, hogy a camnak basszus, álljunk meg egy utolsó büdös nagy szóra, hogy a camnak milyen meze van, mert lehet, hogy jó a meze. És akkor meg lehetne egy az egybe az. Ugye? Ajaj. Sose kezdjük el, de nem érdekel, ezt meg kell csináljuk. Transfer. Úgy.
addig kiosztok az itt lévő binge-it néző embereknek még 100 Steel Series pontot, aki nem tudja, mi az, írja be, hogy felkiáltójel játék, és megtudhassa. Szóval ide jövünk. Mez. Authentic. Mondom, authentic. Basz meg. Anyád idegesít. Authentic. Melyikkel megyek át ezzel? Laguage, Libertadores és klub. ACM, jó volt, itt van. Atlético Mineiro. Nézzük csak meg. Baszki, hát ez jól néz ki. A gyerekek. Gyerekek. Várjál. Ne. Ez jól néz ki, nem? De nem szar. 300 ér. Nem? A gyerekek. Legalábbis elég érdekes. Jön a Mogger, ezt adom, ugye? Nem 200 ér elég lett volna megvenni, de most már mindegy. 350. Mennyit raktam rá erre a szarra? Na, megvettük. 350-et. Ezt vissza lehet, nem lehet már visszavonni, ugye? Ó, gyerekek. De ezt csak úgy odaadom a transfer targethez, és innen eltakarodunk. És gyakorlatilag akkor ezt egy XL becsapjuk. Ez is jónak tűnik nekem. Tetszik az a, nem tudom mi az a Betano, de... És ráadásul Adidas az a kedvenc sportmárkám. Ez eléggé kezd összeállni, nem? Én azt érzem, gyerekek. Na. Itt van. Itt van. Remélem elviszi valaki előlem. Online fogadóiroda. Igen? Na tessék, hát végül is még az is belefér. Következő alkalommal a stadiont is szépítgetjük majd. Meg is van. Jó. Jó. Berántjuk. Jó. Oké. Ezeket eltakarítjuk már, nem kellenek. Visszamegyünk a transfer helyett a stadionba, és megnézzük, sikerült-e. Ú, hát úgy van belőve, ahogy kell, de nem sikerült belőni sajnos, hanem a home kit. Ez a piros az nem annyira venő. Ez kitalálta ki, hogy ott piros. Mindegy, most ez lesz. És az... Oké. Viszont ez jó. Ez a fehér, ez jó. És ez az AVE. Mindegy. Oké. Na, gyerekek! Na jó, ezt most nem variáljuk.
stadion téma. Black and white. Default. Hát ezt nem. Már itt lehet rákeresni a searchingre. A Juventus stadion lenne jó egyébként. Abba úgy szívesen eljátszanék. Nem lehet rákeresni, vagy mi van? Na mindegy, jó lesz ez egyelőre. X-Star Turulla Lulula. Nem. És kifejezetten gyűlölöm a kaszinó streameket, és mindazt mélységesen megvetem, aki kaszinó streamet csinál, ugyanis mérhetetlenül addiktív, tizen akárhány éves gyerekek is nézik, akik a legszarabb gépeken is hozzá tudnak jutni ezekhez a programokhoz, és egyértelműen ki lehet mutatva, hogy a legdurvább függőséget tudja okozni. Tehát aki bárkinek közvetíti a kaszinózást, az szerintem kurva gáz. Úgyhogy itt kaszinó stream nem lesz soha. Tudom, hogy óriási lóvékat fizetnek a kaszinók a streamereknek, hogy ezt csinálják, és na, hát erről az a véleményem, hogy van egy lelkiismeret, és van a pénz, és a pénzért ezt nem lehet megvenni. Én is elvállalhattam volna irgalmatlan fos reklámokat, minden szírszart, de nem tettem, mert annyit nem ér meg. Persze lehet, hogy van az az életszituáció, amikor az ember gyakorlatilag a padlón van, és etetnie kell a gyerekeit, akkor lehet, hogy ezt bevállalja, tehát lehet, hogy banánszoknyába mesztelenül lábgomba krémet reklámozok egy Tesco közepén, akkor valószínűleg ebbe a helyzetbe keveredtem, de ameddig nincs ilyen életveszélyes szükség rá, addig nem fogok ilyet tenni. De kaszinó talán akkor sem, mert a lábgomba krém talán még vállalható, hisz az egy gyógyszer, de a kaszinó az meg egy méreg. Úgyhogy ezt nem teszem. Hát a FIFA az gennyesre keresi magát, és egy undorító játék, de ettől függetlenül nem egy félkarú rabló, ami viszont konkrétan pénzzel működik. Tehát azt nem tudod másképp meg, a FIFA-t azt lehet játszani úgy is, hogy nem költesz rá egy büdös vasat se. És utána nem nyerőgépként működik, tehát nincs, aki fifázik és erre költ, az tudja, hogy a szemét belapátolja a pénzét. Tehát ilyen szempontból nem zsákba macska, hanem aki olyan hülye, hogy 100 000-eket költ erre a fosra, és utána minden évben törlődik az egész csapata, és megint 100 000-eket költ erre a fosra, az ilyen hülye. A félkarú rabló az mindig azzal kecsegtet, hogy egyszer csak majd nyerni fogsz. Hogy nem pénzzel veszed a FIFA-t, de ahogy a cipődet is, meg ahogy egy golfütőt, vagy bármilyen szórakoztató eszközt, ahogy a tévédet, ahogy bármilyen más játékot, pénzért veszel. Lehet okosan kaszinózni, és ugyanúgy lehet bután fifázni, venni a kártyákat. Nem lehet okosan kaszinózni szerintem. Tudod, mit lehet okosan? Sport fogadni. Azt lehet okosan pókerezni,
azok olyan szerencsejátékok, amik nem annyira a szerencsén múlnak. A félkörű rablózni én szerintem nem lehet okosan, mert ha okosan lehetne, akkor milliárdosok mászkálnának, akik félkörű rablón nyerték a pénzüket. Nem, annak a vége 99,9%-ban az, hogy lófas sem marad, a legjobb esetben is talán egálban van. Szerintem nézzél utána, ami a szerencsejáték függőség, és mi a kialakulásának oka és hátrányai. Turlulla, miért maradjon Győri Kex csöndbe? Ne haragudj már, hogy itt, ha valaki mondhatja, hogy maradjál csöndbe, az én vagyok. Tehát te ne szabályozzad, kérlek. Elhiszem, hogy nagyon szeretnél meggyőzni minket, hogy a félkarú rablózás, ami egy egyértelműen betegséget, addiktivitást okozó szar, az jó is lehet okosan csinálni, de talán te vagy akkor a világon a sok millió emberből az egyik, aki ezt okosan is tudja csinálni, és valószínűleg Rolls-Royce-szal jársz, mert gondolom havonta milliárdokat csöpörsz be a félkarú rablón, de azért az emberek nagy többsége nem akkora zseni, mint te. Értsd meg. Mi az, hogy a végletekről beszélek? Itt ez egy olyan dolog, ami egy időzített bomba. Ezt eldobod, valaki félkarú rablózni elkezd, nézi a streamereket, akik még meg is tanítják erre az egészre, mert amúgy otthon magától nem feltétlen, mert régen még legalább le kellett menni a késdobálókba ezekkel játszani, most már az sincsen, hanem otthon ül, apa pénzét beleszórja, klikkelget. Szerinted hány olyan ember van, főleg a 18 év alattiak közül, akik értenek a félkarú rablóhoz, akik tudják, hogy mikor kell három banánt pörgetni, mert nekem már ez is fura, érted, hogy oké, értesz hozzá. Szerintem aki azt gondolja, hogy ért hozzá, ne haragudj, ott valami baj van. Ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy bemész a kaszinóba, azt ráteszed a pirosra. Tök egyértelmű, nyersz vagy nem, de a félkarú rablók még a rulettnél is szarabbak, mert az állandóan ott van, állandóan nyomhatod, telefonon, itt-ott-amott. Régen be kellett menni a kocsmába, de a kocsmák is csak ezt tartotta fönn, mert mindenki arra azt nyomatta. Nekem is rengeteg haverom konkrétan beletegedett, bele ment rá az egész kurva háza minden a félkarú rablóra, úgyhogy nagyon kérlek, ne oktassák ki itt senkit azzal kapcsolatban, hogy ez ennek bármilyen része is jó, vagy esetleg fejleszti az agyat, mert a pókerbe gondolkodni kell, ott vannak taktikák, ott nem véletlenül pókervilágbajnok, valaki többször egymás után, vagy akár csak többször, de a félkarú, a rablóba nem véletlen nincs verseny. Az félkarú rabló, érted? Ez a neve. FIFA miben más? Figyelj, nem tudom, ilyen értelmes kérdésekre tudok válaszolni, de most szerintem haladjunk tovább. Így is túl sok idő elment ezzel. A mikrotranzakció egy játékon belüli szerencsejáték, nem ugyanaz? Nem. Egyáltalán nem. Főleg, hogy állítható algoritmus alapján működik a gép, és esélytelen, hogy kaszinó rosszul járjon. Vagy most te mire gondolsz
Várj, most próbálom megfejteni, hogy beindult a chat fal, hogy melyik üzenet mihez tartozik. A mikrotranzakció a játékon belül szerint, igen, nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de akkor, hogy pontot tegyünk a dolgokra, hogy miért nem ugyanaz, egyszerűen azért nem ugyanaz, mert itt neked ez a kis szerencsejáték, ami be van építve, és hozzáteszem, ezt is rémundorítónak tartom, de ezt te kiválthatod játékkal, SBC-kkel, stb.-kkel, gyűjtögeted a kártyáidat, vagy tudatában annak, hogy te a pénzedet bedobod a lecsóba, szépen veszel magadnak még kártyapaklikat, és gyűjtögeted a saját kis pénzedért. Ennyi történik. Vásárolsz, elmész egy boltba, és veszel cuccokat, veszel fasságokat egy boltban, amiről tudjuk, hogy fasság, kártyákat, amik utána ki lesznek dobva. Tisztában vagy azzal, hogy ez egy hülyeség, mert utána az egész ráadásul kitörlődik évente, tehát irgalmatlan, hogy fasság a FIFA-ra költeni pénzt. A FIFA-val pénz nélkül kell játszani, a félkörű rablóval nem fogsz pénz nélkül játszani, mert semmi értelme. Így van, Ganni. Nem baj, hogy a túrulláról szól ez a történet most 15 perce, mert sajnos nekem pont ez a bajom az itteni Twitch léttel, hogy vannak, akik megpróbálják ezt megmagyarázni. Figyelj, én ismerek jó pár egyébként nagyon szimpatikus streamert, akik ezt csinálják, és nekem borzasztóan nem szimpatikus, hogy ezt csinálják. Ezt ők kibaszott sok pénzért csinálják, és azt mondták, hogy tudják, hogy fos az egész, de ezt bevállalják, és ezt nyomatják. Ki van írva 26 helyre, hogy addikciót okoz, de ezt te nem fogod föl, nem érted. A FIFA-nál ez nincsen kiírva. Minden egyes játék egyébként addikciót okoz, tehát visszamehetünk a pötánkig, érted, az is, hogyha rákapsz, akkor addikciót okoz. Ez tény. Itt viszont kurva sok pénzt viszel, embereket tesz tönkre, mert ez csak pénzzel működtethető szerencsejáték, ami konkrétan olyan szerencsejáték, amiben nincsen beleszólásod. Hanem esetleg majd visszafoghatod magad, hogy jó, most nyertem 100 000-et, azt elteszem, holnap ennek csak a 10-ét pörgetem be. Ismerem az összes ilyet, mondom, több barátom betegedett ebbe bele. Nincsen. Ezt felejtsd el. Az összes, mindenre rámondhatod, hogy addikció, hozhatod ide a szeszt, a drogokat, stb. Ezt jelenleg regálisan reklámozzák a Twitch-en, nagyon sokan, pedig kibaszott ártalmas játék. Ezt most vagy megérted, vagy nem. Ennyit szeretnék a végére mondani, és most elindulunk. Tehát itt ezen a csatornán biztos, hogy nem fogsz látni ilyen fost, mert nem akarom más emberek életét tönkretenni. Köszönöm szépen, kedves Treffetes! Legyél örök élető és örökké Mogger, köszönöm szépen a 42 hónapodat! Köszi, köszi, köszi! És most kiosztunk megint 50 SteelSeries pontot, mert ez ingyen van, és nem okoz addikciót, esetleg lehet nyerni vele, és megkezdjük a játékot. És most remélem, hogy eltakarodunk már innen a 9. osztályból, ez nagyon síralmas, amit eddig teljesítettünk, lenullázom az úgynevezett eredményjelzőt, és megkezdjük a menetet. És igazából lehet fogadást nyomatni, igen, a kaszinódert, tehát fogadjunk Mogger pontokban, ami ingyen van, hogy igazából a mai streamen most a 10, hát elhagyom-e végre
elhagyom-e végre a 9. osztályt, erre legyen egy fogadás kiírva, légy szíves. Menj csak ebben legyek. Menjünk ebbe a mezbe, nézzük meg, mit tud ez a mez. Az a piros számot annyira nem kéne oda. Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A Liverpool ellen megyünk. I'm Derek Ray, and delighted to have Stuart Robson sharing commentary duties with me. And what we have on the menu is action from the division rivals league. Stuart, how do you see this one going? Well, Derek, when looking forward to this game. Ott van a címerünk, már kicsit átalakult a stadionunk, és ez a beállítás. Aha, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz jó. Áron, ez az a nézet, ami... Ez kicsit fura nekem, de lehet, hogy jó lesz. Hoppá! De durvák! Ezzel az a baj, hogy előre semmit nem látok, Áron, nem fura nekem? The starting lineup for Rebels. Kyle Walker plays with Grimaldo in the fullback positions. Leroy Sané plays with Phil Foden out wide, and leading the line today is Timo Werner. And delivered towards the back post. Well, they had a decent reading of that ball in. Real attacking possibilities for Rebels. Ja, fog meg, Bremer jó munkát végzett, Spinazzola. És Chiesa, megindul kérem szépen. Ú, de szarul csinálta, nem, ezt még szoktam kell, nem tudom eldönteni, jó ez a kamera, vagy nem. Bizonyos szempontból jó. Úgy. Úgy. Klaus! Nem sikerült Klausnak lefutnia ellenfelét, sajnos. Hopp! Új! Kimpembe! Első megmozdulása fantasztikus volt. És egy cselló is megvolt, és ez les? Nem les! Klaus nincs lesen! Dybala! Uaj! Kérem szépen! Egyelőre az akadémia az új színekben működik. Jó! Molina! Gyönyörű! Laza megmozdulás! Ajaj! Elbasztuk. Ne. Ne. Jó. Szép. Ne. Ó, bazd meg. Nyugi. Az jó. Ezt átlátta. He has teammates around him. De Bruyne. Can he finish? Well, it's great when you can rely on your keeper. Na mi van? Ugye nem nekem kell megállnom, amikor rámászott a hátamra. Miért nem engedte tovább ez a szegény? Bassz meg, ezt más irányba akartam passzolni. Brandt. Nem! Azt a kurva! Baj van, baj! Hopp, Chiesa gyönyörű mozdulattal, megvolt a cselló. Na. Jó. Az meg. Baj van, most van baj. Ez baj. Taktikám szétesett valahogy, azt érdem, hogy... Good challenge and a throw-in coming up. Pellegrini.
te kurva jó fedezik, te nem jó, nem jó ez. Nagyon nem stimmel. Sané, really fine piece of defending play to break us up. Walker, on to Werner. Well, a classic example of how to intercept. Promising pass. Na, bassza meg! Szelídítsük már meg. Dybala. Well, the fans want to see a shot. Oh. One point on its flight, it looked as though... Oh, de kár! He should have been hitting the target from there. He had enough time to get his shot away. I think that's a poor miss in the end. Werner. No, no, no. Pass meg. Oh. And a decent save. Full credit. Playing it in. Azért is mindenki kijött. The danger is still there. Grimaldo. Oh, tremendous block. Oh, bassza meg. Losing possession here. Great vision from Leroy Sané. Új, de nagy! Kimpembe! Ne basszál föl! Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Középre. Gyerekek, ez labda volt, nem? Molina. This looks more than decent. Can he finish? Nem tudom elvenni, bazdmeg. Életben olyan fosadék ez a kibaszott védekezés, bazdmeg, hogy elképesztő. Bremer. The ball with Chiesa. Pellegrini. Chiesa. And they could get one back here. Tremendously strong in the tackle. Well, they might be able to launch a counter attack. Miért oh, nice ball. Arról a jó emberről. Timo Werner. Well, somehow the goalkeeper got to it. A short corner here. The cut back. And quick thinking defensively. Menjünk már. Mi van? And with that, the first half draws to a close. Az meg, de kurva ideges, mindig nekem csesz keresztbe a játék. Memaverkodtam össze még egyelőre gyűrjük. Utominak mondanám. So back underway here into the second half. Az meg, de annyira van jobbak, hogy hihetetlen. Megint Casemiro. Van egy jó csapatom, bazd meg, és azt érzem, hogy kullogok. Az, ez mi a faszom, ez a kör, bazd meg, ami megjelenik. Ez mi a kurva élet volt tényleg. Cut out by Kimpembe. Menjél már, bazd meg, előre. Ah. Dybala. Ah. The goalkeeper making a big contribution and denying him another one. Két gól arra van maradva. As you said, he looks so hungry for goals today. Well, the short corner routine. Griezmann. Well, they stopped them in their tracks.
Good width here from the Rebels. Can he finish? Really good. And a penalty it is. Well, when you're behind in the game, you certainly don't want to be conceding spot kicks. Kurva anyját tényleg elképesztően szar. Faszom ad bele. Hogy a büdös picsába lehet egy ilyen kibaszott szart megcsinálni, hogy tényleg egyszerűen semmit nem lehet vele kezdeni, bazd meg. Jonathan Klose. Feeding it through. And Griezmann's in here. A magnificent stop. Well, it should be a goal, but take nothing away from the keeper. That's a brilliant save. Sané, very quick thinking there. Dybala. Oh, great vision. Ezt meg is nem tudja átpöccinteni. Miért nem tudja, kurva anyját? Well, we have 30 minutes to go. Now breaking at pace, potential danger. Safe pair of hands, did his job. Coquelin. Effective challenge. Grimaldo. Nem. You can't really tackle like that and expect to get away with it. Booking to come, you would think. It's looking promising. And a goal to seal the hat-trick. A masterclass in finishing. Just can't stop him today. Nyomja az R1-et támadásnál, mikor védő. Left. Ezt. És ez miért jó? Sané. Valami újítás, vagy mi ez? Brandt. Trying his luck. And that, a piece of goalkeeping you're going to see again and again and again. Well, they fancy a short one. Én ezt szoktam használni egyébként a cselezgetésbe, de a spin gombot. Ezt szoktam használni. Sőt, nagyon gyakran használom. Szinte mindig. Well, the supporters think it's on. There it is! A fantastic goal, and no wonder he's off celebrating! Walker now. Ruben Dias. Grimaldo. Well, I have to say, the crowd are right. They need to start winning the ball back higher up the pitch. Rámenjünk mindent elsőkő támadóra. Grimaldo. Kobel. On the ball, Ruben Dias. Azért 5-2-nél hátul adog azt egy gyökér. Hát milyen ember az ilyen, bazd meg? Biztos ez is félkarú rablózik. Stones. Brandt with it. Being pressed and pressed high. Well, by playing keep ball like this, they're keeping the opposition at bay. Well, these... Na. Spindom helyett csak... azt nyom... Az csak kinyomja, az kihozza a div 5-ig. Igen, a sima R1-jel automatikusan ráfut az emberre, ha kétszer nyomja, lenyomja, két védő szorosan fogja
A másik védő. Fans are making for the exits now. Their team have been totally outplayed today. Federico Chiesa. Ah. Dybala. Chance for Dybala. Oh, magnificent reaction. Well, the fans are certainly having their say. Just listen to them. They thought that was a penalty. Dybala. Griezmann, and he's broken free. Messe köcsög, szedd ki! Will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at the best. Neither side shy about shooting in this match. Kevin De Bruyne. And I must say, a promising avenue of attack favoured by Leroy Sané. Angles it back. Crucial piece of defending. Nem hiszem, hogy nem sikerül odaadja. Well, the keeper had to think about it for a moment, but too high. Na. Two minutes of stoppage time coming up. De te ennyire hülye vagy? Tényleg, bazd meg, hogy bele... Griezmann. Possibilities inside the box. Really good build up, but no end product. And there goes the final whistle, much to the disappointment of their supporters. Well, Derek, they weren't at their best today, both as individuals and as a team, and they didn't deserve anything from the game. Need a much better display next time out. On fire today, not just with his finishing, but also his general play. That was a top class hat trick. Szevasz, Hunor. Köszi, de egyelőre el vagyok. Az ellenfelet támadóit, elnézést. Igen, sima R1-jel automatikusan ráfut az emberre. Ha kétszer nyom el két védő, illetve a védekezés R1, R2 beállításoktól függ, segít, mert közeli csapattárs. Ezeket tudom, gyerekek, ezek ilyen alapokat mondtok, tehát azért ennyire nem vagyok amatőr, csak úgy néz ki. Hát ez az Murekli. Vajon most a fehéret teszem be. De akkor mindkettőnk fehér lesz. Az lehet, hogy veszélyes. Welcome everyone on a perfect night for football with the floodlights beaming down. My name is Derek Ray and my commentary partner on this occasion is Stuart Robson. And what we have coming up for you is live action from division rivals. Stuart, what are you expecting to see? Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kickoff, and hopefully we're not disappointed. Fekete. Well, here is the lineup for the hosts today. Gianluigi Donnarumma stands between the posts. Lorenzo Pellegrini plays with Francis Coquelin in the center of midfield. And up front, Paulo Dybala starts alongside Antoine Griezmann. Crossing opportunity. Genuine chance. Determined defending. And here's the starting lineup for the Hey, Derek, what a chance this is. Ekkorát védett Donnarumma, kérem szépen, megpróbálták átemelni, nem sikerült. Ez az, gyerünk. Ah, picsába, jó helyen áll. Nem basszod meg, hát nem hiszlek el, bazd meg. Jézusom. Well, given the recent form of Antoine Griezmann, a strong case can be made that he could be the difference maker, Stuart. Well, Derek, when he's on... Ne. Oh, Stuart, opportunity here!
And the keeper there to deal with it. De tényleg az a gond, hogy a középpályások nem jönnek vissza védekedni, és sosem mindig belelődni, akkor valami nem stimmel. Itt a taktikában nekem kurvára. Nem látom, mi történik. Nézzük meg egy gyémántot. A szép. A faszom kérte, hogy odafejeld. Mit van, most meg miért rúgja el, bazd meg? Hát megőrülök. Mi a fasz történik? Olyan dolgokat csinál ez a szar, hogy hihetetlen. Griezmann. Itt. Jó van, bazd meg, hát ez hihetetlen, a kurva édesanyám, hogy megint elbassza, bazd meg a egy az egybe helyzetemet. Anyád büdös, kibaszott picsáját, tényleg, bazd meg. Olyan kurva idegesítő, nem tudom, bármi meg fog őrülni, bazd meg. And unable to keep possession. Ah. And the referee blows for a foul. Leonardo Spinazzola. Plenty of players waiting in the middle. Can he put them in front? Messi. Yes is the emphatic answer. And you have to say it was on the cards. So underway again here, and there needs to be a response from the founders now. Deserves credit for winning the ball back. Joao Felix. Yeah, man. Oh, good looking run. That is tackling of the highest order. Ne, bassz meg, teljesen máshova passzol, nem tudom, egy olyan ilyen adhok idiotizmus van itt, bassz meg, hogy azt se a Griezmannnak akartam, hanem a kibaszott Dybalának, a kurva anyádat. Hát bassz meg. Really good diving save. Doing well to win it back. What can they do from here? Well, they're showing great energy here, and that's being matched by the fans. What an atmosphere. Oh, Stuart, they must score! Nem! Bazd meg az anyád! Nem lehet gólt lőni, bazd meg. Well, they can keep possession now. He read the situation defensively and did his job. Griezmann. Crossing opportunity. Ah, they're just done. And taking it away. Katót elkapjuk. Founders getting themselves into a good position. And you need your defender to take charge. Not made it look routine, but read it well. And the referee sensibly allowing them to carry on, advantage with them. Losing possession here. Throw in, it's going to be. Molina. Now Griezmann. Now well, Molina. Well, nothing comes of the attack when all is said and done. Bremer. Now with Spinazzola.
He could really get at the opposition. Plays it back. Oh, a smart stop. Well, they've decided to make a change. It's a short one. Griezmann. Chance to cross. Dybala. Wow, gyerekek! Így kell! A kis Dybala. Az éles szögből. Ki is osztom a nektek járó pontokat ezért. Ugye C-Series pontban gondolkodunk. 25-25, 2 gólért. Köszi. Köszi mindenkinek. Szép napot, búzás, Beni. És most egyébként, ugye, a gyémántban hoztuk meg a csodát, tehát a gyémánt taktika az eléggé jól működik. Úgy érzem, az egy ilyen kis kontrázós, kellemes. Jajaj. Morales. Oh, he's given us away. Griezmann. Áj, basszus, meg kell találjuk. Jodanét. Páing, egy kis finess sottal eltekertük mellette. Ez szép volt. Végre valami sikerélmény. A pont írva, hogy felkiáltója egy játék. SteelSeries cuccokat lehet nyerni. Off the defender, so a corner coming up. Time for a change then. Short corner favored. Coquelin. Oh, dealt with by the goalkeeper. Growing pressure here, and another corner. Whipped in by Griezmann. Well, the main thing is to thump it away. Couldn't hang on to the ball. That's Meg. Well, the counter chance looks very real. And a good challenge to bring that attack to an end. Ez az, pap... Nem! Az meg a kurva életbe, de idegesítő, hogy megint ott volt az üres ember, és ide bassza oldalra. Ki a faszom kérte ezt? Azt figyeld. Hopp! Psh! Ah. Hátraadja a kurva életbe. Nem tudom, mi a fasz van, de ez borzasztó. Can he find the right pass? Well, a stylish moment. Opportunity. Nesze. Most már talán megnyugodhatunk. Egy újabb 25 pont a kedves nézőknek. Is this going to be a thrashing? 3-0 now. What can the founders do from this wide position? Koke. Here's Morales. The importance of that tackle cannot be overstated. Coquelin. Klos. Lorenzo Pellegrini with it. Oh, man, he's set. Molina.
He'll be breathing a sigh of relief. Ball one. Now can they counter clinically? Good, sir. Cross could be useful. Ne. Ball is loose. Mit védett? Ne, bassz meg, nem hiszem el. Kurva anyád, csak kell legyen valami visszapattanó undormány, bassz meg, hogy a másik csapat is kapjon egy kibaszott ajándékgólt. Kurva anyádat, bassz meg. Mire undorító, bassz meg, hogy hihetetlen. Jonathan Klos. Molina. Klos. Dybala, he must finish. In it goes. He's made it a brace for himself. No stopping him apparently. Valamit berondítsanak. But he still had some work to do, and I think that's a very tidy finish. It was never in doubt. Mario Götze. And there the move ends. Elveszem, visszaveszi. And it's the vision of Griezmann coming to the fore. Well, not allowed to continue. Na, nagyon jók elő a csatárok, mind a kettő SS futballt képvisel. Well, he's lost it. Trying to really get at the opposition. Hát, drága, azt adjuk. That is a very fine challenge in difficult circumstances. Ne, ezt is odaadtuk neki. And he takes it on. Oh, really commanding goalkeeping. Juventus. Koke tasked with taking it. And danger still. It was an attack of promise, but they couldn't take advantage of the situation. Timing was perfect. Ball one. Baszki. Just 10 minutes remaining here. Nagyon csördetnek. Megfordítjuk a széljárását kicsit. Az anyád. Ez zseniális volt. And with that, the attack fizzles out. Mr. Klaus. Griezmann. Megfáradtak a srácok, kéne frissíteni. De azért még egy rohamra. Oh, bármi. Nem sérült. And they will be awarded a free kick for that. Ne! Basz meg. Nézzük meg, hogy bírják. Hát Griezmann megsérült, helyette Moffit beküldjük. Álvarez. Kiéza maradhat. Klaus. Erem. Köcküt betesszük. Azt szerintem ennyi most egyelőre elég. And time for the change now. Five minutes left. An important interception. Terem Mofi. Bit untidy, Götze. To open them up. It just needs to remain icy cold. Romagnoli. That's an astute piece of defending, but now he has to be ready for the corner. And the short option preferred. Oh, bazd meg. Ki volt ez? Dybala. Halálfáradt szegény.
Na, hát mi? Na, végre behúztunk egyet, kérem szépen, rendkívül fontos volt. Úgy haladjunk valamit előre. Páf. Van esély a továbbjutásra. Az a kérdés egyébként, hogy itt az eredeti játékosok közül Pellegrini, ja, lehúztuk ide a Spinazzolát, hogy cseréknek kik vannak itt mondjuk. EB-nek van ő, Lamella. Ő nem jó, mint két oldalra esetleg. RB-re is jó, úgyhogy akkor őt is betesszük. Még annyira nem kellettek. És még azt lehet, hogy meg lehetne nézni, most ennek mennyi a védekezése. 83-as, nagyon jó. Hát őt be kell állítsuk. Szerintem olyan embernek, aki visszatér. Ezt nem itt kell, hanem itt. Stay back. És nézzük meg, hogy így mi történik. Mester, hogy alakult ki, hogy Juventus szurkoló lett? Kiskorában volt onnan kedvenc, vagy később alakult, aki esetleg az ebrákkal nem spammelni akarok a csetet, Modik csak érdekel, mit mond. Hát kérlek szépen, én alapvetően az első FIFA-val, amikor játszottam, annó akkor megtetszett a zebra csík, és azóta ott volt ugye Del Piero, Zidane, meg még a nagy öregek, és az a csapat nagyon megtetszett. Gyakorlatilag innen kezdődött az egész, és aztán elkezdtem követni a meccseiket is, és innen. Röviden. Ja, és van egy győzelmem, azt be is írtuk. Elég bika lett, igen, azt érzem, most én is meg vagyok velük elégedve. A szimpátia az teljes. Reméljük, most már elindulunk fölfelé, mert borzasztó indulás, de ki tudja, az ilyen rossz indulásokból lehet nagyot szakítani a végén. A fehér mez úgy látszik szerencsésebb. És iszunk egy gorgyot. Igen, lehet, hogy azért előfordulhat, de a angoloknál is a szarkák, akiket szerint. Én szeretem ezt a fekete-fehér hangulatot a sportban, az az igazság. Na mi van? Már menekülnek az ellenfelek?
Juventus Rádió, hát az mondjuk... az a kettőt nem raknám egy kalap alá. Én mindegyikkel játszottam. A warm welcome and what is a perfect day to watch football. My name's Guy Mowbray, joined for commentary by Sue Smith, and we've got a division rivals game on the way for you. How do you see this one going then, Sue? A Monterrey-nek egyáltalán nem a Monterrey szurkoló nem vagyok, csak a Mogács Akadémi címerét használja a Monterrey. Ővelük ennyi a kapcsolat. Nézzem, ez hogy történik meg, ez hogy történik meg. Azért Ginát Zolában nem lehet csalódni, csak ha passzol, az meg. Istenem, figyeltünk itt rögtön az elején. Good work to regain possession. They're getting into a good position. And that's where it ends. Dumfries. De hogy létezik, hogy mindenütt ott vannak? Ho-ho-ho! Ott van! A kis Dybala! Micsoda cselló sorozat árán juttattuk tovább a labdát. Aztán a visszapattanóknak köszönjük meg, hogy most nekünk adták. Meg. Entirely in possession. A chance to get something going here. Azok direkt ide jövök, mert tudom, hogy mit akar csinálni. Nem tudjuk, az anyád szép volt. Kimpembe. Brilliant. More of that, please. Well, it's a poor ball, giving possession back cheaply. Chiesa? Hey. Well, certainly wasn't a clean tackle. Erre nem adtok lapot, bazd meg. Ja, de. Jó. Próbáljunk meg egy ilyet. Can someone attack this? Oh, ez rájött a lábára szinte. Pushing forward with options available. Modric. Nem már. Carrasco. Miért ilyen hosszú, bassza meg? Working hard to win the ball back. Griezmann. Pellegrini. To take the lead. Oj, de gyönyörű volt, gyerek. Ezt nevezik futballnak. Well, if we watch this again, it's all about being alert in and around the box. And when the ball falls to him, he's clinical. That's a really nice finish. Pushing forward, now to make the right choice. Ezt úgy gondoltuk. Itt van a 225, ne maradjon el. A
That's a pretty poor error, to be honest. Didn't have to do that. Ferran Torres. Modric. And unable to retain possession. Griezmann. Dybala. Oh, a great chance. And the flag's gone up for offside. Well, you've got to be aware and alive inside the box. Always keep moving. And he's just got caught ball watching. Na gyerünk! Dumfries. Good work to recover possession. Now Dybala. Jó, rám jöttek. Moving the ball forward. What can they do from here? Players waiting in the center. Torres. Mi a lófasz, ami történik? Érdekes volt. Érdekes. Griezmann. And he's being urged to shoot. Azt a fúrva is át tud készülni. Must be. Azt meg, hát... Well, what a great save that was to keep them in this. May just be the impetus they need, as they haven't been at their best today, really. Ah. Oh, that's been won really smartly. That's good defending. Áj, mit művelünk? The pass was read and the ball has changed hands. Presnel Kimpembe. Well, not long to go until the break now. Hát, the hosts are edging this first half. Well, they've been able to dictate the play for large parts of this half and some really good combination play in that final third. They do have to be careful, though, not to switch off defensively. Nem hiszem el, bazd meg. Láthatóan szétesik darabjaira az egész brigád, és nem tudok mit csinálni a csapattal. You do have to feel for the keeper. He's left completely exposed at the back, and he never really had much of a chance. It's poor defending, you have to say. And we're underway again with the scores level once more. Chiesa, that's offside and an easy one to see. Jó kis 45-dik. Na. Most nem tudunk se szerelni, védelem is szarrá ment. Nem tudok az meg semmit csinálni. Csillagharcos, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztál, remélem rászolgálok a bizalmadra, köszönöm szépen. Így most már a 227. Mogger a falakon belül. Little to choose between the two sides as we start the second half. There's good width to this attack now. Cuts inside. Bassz meg, Now there could be a chance to counter. Well, it's a poor ball, giving possession back cheaply. Now Dybala. Could turn out to be a really good ball. Az meg, ez hihetetlen, hogy nem tudja az a kibaszott Dybala odaadni neki a két ember közé. Annyi hely volt, hogy az hihetetlen, baszki. Good work to regain possession. Áj, ne, bassza meg. Could still do something here. Áj. Na. Well, he's produced a masterful performance up to this point. 10 out of 10.
Well, what a first half that's been for him. He's been superb. Everything positive seemed to go through him. He's Hold my... on, Sue, they're ah. in here. And a marvellous save. Oh. Well, I thought that was a goal, but he showed his quality. Köszönöm szépen, Csillagfarcos. Örülök neki. Úristen, már ilyenek vannak, hogy gyerekkorom óta vannak emberek, akinek gyerekkorába én már működtem, azért ez furcsa érzés. Azt elkapod most már Dybala, lökjed szét az arcát. Ó, oh, majdnem megcsíptük. Ott is van. Kicsi Dybala nem hibázik. Egyszer már ott van. Gyönyörűen bevarta. Spinazzola. Pellegrini. Micsoda akció, kérem szépen. Bum! Remek a csapat, azt kell mondanom. Gyerekkorod óta vártad ezt a gólt. Az Akadémi Tomból, kérem szépen, végre összeálltunk. Okos, szép gólokkal büntetünk. És még hagyjuk a lányokat is néha gólt lőni. Itt lehet nyerni, nem a kaszinóban, igen. Meg kell csapni mindenkit. Így van, gyerekek, gyerünk most már csak... várjál, itt most már nincsen zászlócskárni, viszont kettes ugráson vagyok, nem? De... a lángocska maradt ebbe a játékba is, bár még idáig nem sikerült elérjem, hogy lángocskát gyűjtsek. Én az eredményjelzőt fölpattintom, ugye? Ez az átlagunk, vagyis ez az eddigi eredmény. Hát most, ha egyet nyerünk, akkor megvan a 8. osztály. És azért az most már nagyon kellene. Hogy is mondjam. Maradunk fehérben. Hello and welcome, and I can tell you it was a dry walk. Meg a passzok nem oda mennek, ahova akarom, az érzés. Most ez jó. Ki volt, Ben volt. They need to be able to run with the ball, and they need to double up with their fullbacks. It's a really tough role for them. And there the move ends for now. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Gianluigi Donnarumma begins in goal. Lorenzo Pellegrini plays with Francis Coquelin in the centre of midfield. And up front, Antoine Griezmann starts alongside... Uy! Kérem szépen, azért ez a Griezmann nem egy rossz játékos, ezt elmondhatjuk róla. Tud forgolódni, pörgölődni és lőni is, ami kifejezetten jó érzés. Spinazzola fantasztikus, ugyanúgy, mint éveken át, nézzük, nem lehet megállítani a gyereket. Dybala csodálatos. Nem! Basz meg! Pedig ez azért ki volt játszva elég rendesen. Darwin Núñez. Now, let's see what they can do here.
Kimpembe, csodálatos, azért nagyon durva nyitásokat csinált. Meg. Ez baj. Mi? Ezt már elvettük. Add vissza. And he has options available. Baj van. Nem, bazd meg! Nem oda a kurva anyádat! Hát te megőrülök ettől, bazd meg! Hogy a büdös, tetves, ócska gecibe lehet azt oda tenni? Hát ott ment megint üresen az ember, és bebassza nekem középre a kurva anyádat. Bazd meg, elképesztően idegesítő, hogy nem az történik, amit nyomok, bazd meg, ilyen feszült helyzetekben. Federico Chiesa. Pellegrini. This looks more than decent. Ah, oh, that is a wonderful piece of challenging. Federico Di Marco. On to Mario Rui. Mi ez, ha gyorsan nyomom kétszer a... az R1-et, akkor két védő jön, vagy ez micsoda? Van valamilyen újítás? Moving forward effectively. Griezmann sends it back. Could take the lead. Szevasz. And a huge moment. It could be. Igen, csak okos játék volt, azt kell mondjam. Just look at those celebrations down there. That could be a huge moment in this club's history. Gerünk, Klaus. Options in the middle. It's a perfect challenge. What can they do from here? Can he put it away? Nee, bossy, ezt nem kell a kormányzat. And the referee has given the corner. Oj, de kár ez ér. And short it is. Griezmann. Possession lost. Trent Alexander-Arnold. Federico Di Marco. Chiesa. Took a really smart piece of defending to stop them. Fine ball from Antoine Griezmann. And with Dybala in a potentially productive position. Well, that's really sound goalkeeping, not letting the opposition have any scraps. Perfectly positioned to take it away. Elég pörgős kis mérkőzés, nem mondhatom, hogy unatkozom. Na. Na. Plus. This attack looks highly promising. A gyerekek nem áll. So a throw in here. Now well Molina. He's in here. Mi? Jó, becsúszott. El kell volna lőjem. De ronda csúnya. But it is a caution, and quite frankly, he can't really quibble. No, it's been coming, hasn't it? He's got to be careful now. He could get a red if he's not careful. A harcos volt egyébként.
passing it through. And the goalkeeper has outdone himself with that save. Szevasz, torkos. Tegyük el. That is that for the first half here. Na. Be kéne húzni. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Ezt elhoz. He could pick out a teammate. Went in strongly, decisively. Werner. Oh, and a tidy tackle. Griezmann. Ezek a hosszú indítások nem nagyon működnek. Well, they've lost possession of the ball. Werner. Really good build up, but no end product. Aj, basz meg. Gnabry! Faszon eladás, de életbe, basz meg. Aj, de idegesítő. Well, we're going to find out about their character now. They need to respond here. And keeping it on the ground, slightly off target, however. And an astute piece of defending. Gnabry. Well, there was impending danger, but good defending. And giving them too much space on the flank. That's how to do it inside your own penalty area. Nunez. Lorient Fields. And they continue to advance, and a lot of options here. Well, it was pretty straightforward for the goalkeeper. Oh, wonderful. Ez az Klaus. Most légy szíves, add oda neki. Úgy, gyönyörűen. Á, kurva szád. Hogy érte ezt el? Serge Gnabry. Oh, that's an interesting pass. Ne már! Hogy ne... Counter-attacking chance. Alexander Arnold. On to Gnabry. And it wasn't a productive cross. Straight forward for the keeper. Dybala. Possibilities inside the box. Well, there's defensive solidity for you. Dybala. Na! A kurva anyát, hát bazd meg, megőrülök, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezt a kibaszott egy milliméteres paszt a büdös kurva életbe, és ebből jön a gól. Hihetetlen bazdmeg. Nézd meg, megint egy ilyen kibaszott kurva nagy üres terület. Just lacked composure there, didn't he? They should be ahead now. Intercepted effortlessly. Mit csinálsz, bazd meg? And support available. Well, nothing comes of it. It looked promising. Faszomat, hát. Well, there's an example of how to press higher.
Lerohad a kezembe az meg. De nem azt az ember, a kurva édesanyád, bazd meg! Hát milyen egy kibaszott, retkes, kurva, mocskos, kibaszott játék ez, bazd meg! A büdös kurva életbe, bazd meg, hogy rávált arra az egy faszra, akire nem akarok. Kurva édesanyádat, bazd meg! Elképesztő, bassza szájba a kurva anyját, aki ezt megírta, bazd meg! És csinál a gép nekem egy 11-est a büdös kibaszott picsába. Just 10 minutes to go. They are making headway, but really they need a goal with time not on their side. This could be the equalizer. Nesze bazd meg. Az is meg kell nyerni ezt a kurva meccset. Well, that will give them hope. They now need to keep this tempo going. Well, as you can see, this is a wonderful strike. Egész jó vagyunk, még hagyhatjuk. He makes the perfect connection and he has so much pace on it. It's a great goal. And it's level again here. Both sets of fans being put through something of an emotional mangle. They're on the scent of a winner late in this game. Making a bit of headway. An element of risk there, but he's won the ball. Now breaking at pace, potential danger. Nesze! Egy Álvarezt beteszünk. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. But when he shoots, I expect him to go across the goalkeeper. He should never beat the goalkeeper inside that near post. That's not good keeping. Wistful looking position, you've got to say. And a strong tackle. Dybala. Griezmann's through ball. Can he keep his composure? Hát ez kurva kemény meccs volt, főleg az a tízi az kicsit megborított. De a kapura lövés elkezdett működni. És bizony, kérem tisztelettel elmondhatjuk, hogy ugye megtört a jég végre. Ez mennyi volt ez a meccs? Mennyi volt ez? 5-3? Jó, az rengeteg Steel Series pont, srácok. Nem tudom, mennyit adhatok egyáltalán. 5, az azt mondja, hogy az egy 100-as, meg egy 25-ös. Az durva. Az durva! Aki nem tudná, mi az, felkiáltójel Steel Series, helyesebben felkiáltójel játék írja be, legyen kedves, és akkor tudja, hogy hogy lehet kurva jó, nagyon jó kis termékeket nyerni. Torkos bors egészségedre!
Ez annyi pont, mint a jackpot lenne a félkarúban. Igen, nevezhetjük jackpotnak. Szóval, tehát ha kétszer lenyomom az R1-et, akkor mindenki embert véd egyszer az egész csapat, azt jól láttam. Most nem tudom, hogy mit mondtatok róla, de az egy újítás, ilyen nem volt az előzőnél, ugye? Akkor addig még elmondom, hogy aki most érkezett, és most van itt nálunk először, akkor nyugalom, mester, a játék neve más, de ugyanaz a bug halmaz az egész. Na ne hülyéskedj. Én azt hittem, hogy ez sokkal jobb. Tényleg? Ó, de kár. Ó, de kár. Szóval erre a linkre, ha ráklikkeltek, akkor megnézhetitek a élőben, amit Rezsővel alkotunk. A színházban gyertek el, és nézzétek, hisz ezért élek. Szerezzetek örömet magatoknak, és nekem. Holnap Cegléden leszek, csütörtökön 60-ban, pénteken Veresegyházán, szombaton Pomázon, következő hét szombaton Lajos Mizsén, és hát aztán a hónap végén pedig Budapesten lesz 28-án egy dupla előadás, még vannak jegyek, mert dupla, lesz egy 3 vagy 4-től, és utána pedig este arra lehet venni jegyeket, tegyétek meg tétjeiteket. Ugye erre az akasztott ember linkre, felkiáltójel akasztottra klikkeltek, akkor ott lehet ezeket beszerezni. Na most, kedves barátaim, túl vagyunk a 8. osztályon, nézzünk egy kicsit körbe, hogy mi a helyzet itt mi nálunk. Van esetleg valami kis pontunk, amit el kéne érni, mert azért az lényeges lehetne. Álljál csak, objectives, ezt szerettem volna. Hogy itt van-e bármi? De nincs. Nincsen semmi. Ebből nem kell még valamit. Win 12 meccs. Ebből már csak ezt kell elérni, és akkor megvan a jó ember, és akkor van egy 85-ös védőnk, kérem szépen, egy olasz 85-ös, az is azért kicsit erős lesz, de akkor más nincs. Ez milyen kicsiben jól néz ki egyébként a Cam Zimmer, nem? Ott a fut mellett. Az úgy nem rossz a kis csillagocskával. Pedig van 4 valami. Hát valami van. Aha, 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 ott van. 100 gólt elértük, óriási. Raren meg a pek. Hát az végül is nem rossz. Ha múltkori bontogatás után egészen hihetetlennek érzem ezt a dolgot. Megvan a New Manager, azért is kapunk valamit, meg megvan ez is. Csak úgy dől a pénz a klubba. Jó. És akkor most már vége van, ugye? De még mind, de már nincs több. És itt a store-ba még valami bejött. Ja igen, ezt most még nem nyitjuk ki. Tudjátok mi a bajom, hogy kéne még egy... Kéne még egy labda. Egy szép labda. Egy Adidas labda, az még dobhatna. Derby Star, az is király. Megvan a Derby Star, akkor azt nyomjuk.
Oké. Na, mindig egy kicsit javítunk a dolgokon. Én szerintem mehetünk is tovább. Itt nincs mire várni. Itt egyszerűen menni kell. Várjál, mondom, menni kell. Na, így kell menni. Hát itt, ha most kettesével vagyunk, csináljunk egy fogadást. Pillanat. Csináljunk egy fogadást. 1, 2, 3, 4 meccset. 1, 2, 3. Jó, lejátszok még 4 darab meccset a mai nap folyamán. És arra gondoltam, hogy a 4 darab meccs alatt vajon sikerül-e feljutni a 7. osztályba, mert ez elvileg zsinórban nyerés alapján lehetséges, ami most nagyon kis százalék esély, de azért dobjunk rá egy szavazást, jó? Hát, ha összejön. Köszönöm, Roli. Soha nem fogadok, mert aki fogad, az veszít, én pedig nyerni szeretek. Hát most... Goltek. Nem biztos, hogy így van, amit mondtál. Na, gyerünk. Fogadod, hogy hiszed? Hát már nem olyan vannak ellenfelek, az a helyzet, gyerekek. Vajá. Fehér az jobb. Ó! Koala Twitch, köszönöm szépen a támogatást, remélem rászolgálok a bizalmadra, és most már 228 monger a falakon belül, reméljük ez a 28-as száma szerencse számunk, hogy ezt a csapatot megpróbáljuk könnyen venni, hát ha nem lesz túl durva. Yeah, this should be a good one, guy. They come into this in excellent form. They're playing some really Szedjük good stuff. Az ellenfeleket. You just think the fans are going to enjoy this one. Na. Especially if they get the result we expect. Egyébként szerintem a védekezésemnek nagyon jót tett, hogy a középső védőt azt hátrahagytuk. Ugye még szóval talán tavaly is így volt. Gianluigi Donnarumma is in goal. Presnel Kimpembe starts alongside Bremer as the center backs, and they've decided to go with two in attack for this game. A chance to get something going here. Kimmich. He's beaten his marker here. It's saved. Magnificent from the keeper. Sajnos, hogy nem ma kezdte. That is a great save. It's so close to him. His reactions are quick and that's really good goalkeeping. And unable to retain possession. This is how the visitors start the game. Gianluigi Donnarumma is in goal. Carlos Soler plays alongside Joshua Kimmich in central midfield, and they've decided for this one. Neymar, bazd meg. Milyen passz volt ez a jó vég. Well, it's no surprise to see who we focused on as our player to watch in this game. You would presume that he'd play a really big part. Yeah, he's an excellent player. He's great to watch. He's the club's top scorer. And I'm sure the back line will have been looking at how to stop him. But when he's on his game, he can be unplayable. Pontosan, hogy három ember, de erre nem adtuk nekem választ. Delivered into the box. Well, spectacular in the intent, less so in the execution. Yeah, it's always the risk. He can end up looking a little bit silly if it doesn't come off. He's having a quick chuckle to himself. He knows. Pellegrini. Ah, Boski. Kimmich. Mendes. Promising looking attack, this.
Sané. Kimmich. Ja már. Bassza meg a kurva élet. To take a lead that's more than warranted. Ah, átpasszolt a lábam között a szögefalba. You have to say it has been coming. They've been putting an awful lot of pressure on their opponents. Creating chances too, and you just felt it was a matter of time really. Randall Kolo Muani. Sané. Kolo Muani. Oh, excellent work from the keeper to deny a promising looking attack. Szép volt, igen. Something different from the corner. Klosterman. Now Soler. Upamecano. Az meg, de ha nem lehet elé állni, akkor nem tudsz mit csinálni egyszerűen. Tehát itt az a durva, hogy neked az ember cselezgetni, az kész. Oh, they looked in there. That's nicely cut out. Moving forward under no real pressure and stopped in their tracks with a change in possession. Dybala gets passed really nicely. Oh, crucial tackle to deal with the danger. Ezt elbasztam. Nem kicsit. Legalább végre én rontottam. Ezt szeretem, amikor én rontok. Openda. This is a good run. Now can he pick out the right option? Soler. Kimmich. Oh, superb save. He's done so well to keep that out. They decide against putting it in. Klosterman. This has been comfortable, hasn't it? That back line just don't seem to have an answer. There's a real quality when they go forward. The movement, the crisp passes. I wonder how many they'll get if they continue with this tempo. Lois Openda. Weighted beautifully. Oh, what a save! Well, he's a class goalkeeper and he showed it there with that save. Klosterman. Upamecano. Oh, good defending just when it was looking threatening. Great chance here. Ah, the goalkeeper ready for it. Really good stop. Over the touchline. That'll be a throw. Well, I think if that went in, it wouldn't have been a way back for them. They just can't keep conceding chances like this, though. It's hit the bar. Oh, so close. But now they can breathe again. Yeah, that was so close, Sky. And I thought it was going in. It's a huge relief from the keeper there. Well, he's found touchline, not teammate. That's unfortunate. Randall Kolo Muani. Kimmich. That's been cut out. It's too easy. Spinazzola. Soler. Kimmich. And this could be. Great defending. And that whistle brings the first half to a close. Ez kemény. És ilyen meccse úgy mennék, hogy viszek magammal
altatógázt, és mindenki elalszik a pálya közepén, utána gyorsan berúgok négy gólt, majd leülök a pálya szélére, el fog nyomkodni, és nyertem. Hm. Most keresnek az IE-től, hogy véleményezd a FIFA. Nem mernek felhívni. Itt a titkárnő mondja, hogy mit kell csinálni. Na gyerünk! Én már nem beszélek a csapattal, csak a titkárnőt küldöm. Sané? Kimmich? Soler? And he's won the ball to stop the goal. Griezmann. And Molina. Griezmannnak miért nem jönnek be a passzai mostanában? Jön. Well, he's certainly been influential in the first 45 minutes. What have you made of his performance, Sue? Yeah, he's had a good first half. Now, a chance. Ah, pass back. Encouraging signs to the attack, but it hasn't led to anything. Meg kéne, szóval meg lehetne nyerni, ha nem kapunk még egyet, most ez tartott fokkal jobb. Able to skip past his man. Spinazzola has to be. Szevasz, haver! Készülj a vesztésre, készülj föl, jövünk! And the game restarts with the score now 2-1. Openda. They're allowing space and he's finding it. Na, ez mi a kurva anyja? Ez mi? Hát ez mi a büdös kurva élet, bazd meg? Hát ez valami elképesztő, ez mi a büdös kurva élet volt itt? Ez mi a fasz? Hogy a közöm nincs az egész, ez bazd meg. Hát hozzá se nyúlok, bazd meg, és elkezdenek játszani maguktól a büdös kurva életbe. Fasságokat. Hát bazd meg, nem hiszem el, komolyan mondom, hogy egy percig nem lehet szeretni ezt a kibaszott kurva mocsok játékot. Ilyenekkel megy el, bazd meg. Kurva anyádat, bazd meg. Mi a faszom történt itt? Tökéletesen megszerzett labdát, visszapasszol magától a gép, bazd meg. A játékosnak. Hogy a kurva életbe? Ez mi a kurva élet volt, de tényleg, bazd meg, ezt százszor vissza fogom nézni. Hihetetlen, bazd meg. De ilyen kick-off glitch, hogy már közöm nincs hozzá, érted? Tehát szó szerint... Már játszik a gép magától, baszki. Nem az, hogy én elbaszom, amit csinálnék, hanem magától játszik ez a geci. Rohadt kurva anyját, tényleg, bazd meg. Ilyen egy mocskos, és semmi helyzete nem volt 200 évig, bazd meg, és ha én egy gólt lövök, akkor van helyzete csak ennek a fasznak is, bazd meg. Kurva idegesítő tényleg, hogy a kurva életbe képzelik ezt így el, bazd meg. Menjünk tovább, nem állunk meg, faszom öccse, menjél, bazd meg, ott van. Á, kurva életbe szek, elbaszom. Basz meg, de idegesítő tényleg. Nahuel Molina. Genuine chance.
Az mi a fasz? Hát fölrúgta, bazd meg, labda nélkül, minden nélkül. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek, tényleg. Teljes csalás, az egész, bazd meg. Az egész, tele van ilyen getiségekkel. Vedd már el, ha ott sétálsz mellette, bazd meg. Not part of the script at all. It has to go down as an own goal. Well, we can see from the replay, it's going to go down as an own goal. You've got to feel for them here. It's really unlucky to concede like that. Így kurva nehéz lesz nyerni, bazd meg. Úgy látszik, nem szereti a játék, hogy zászlóska van a neve mellett. The pass was read and the ball has changed hands. Kurva sok helyzetet elbaszakodtam a Stain, de azért ez az meg. Már mindenek az alja. No time to dwell on the ball. Griezmann. Making good progress here. And this could be. And that's nice and easy for the goalkeeper. Well, not long to go until the end, and the host clearly second best. That's the story of the game. It's been a really poor performance, this guy. I bet the manager can't wait for the full-time whistle. He'll have to reflect on what went wrong and learn before the next match. But one thing's for sure, they've got to improve at the back. They've been far too passive. And the referee sees that as a foul. Free kick to come. És ez mi volt? Ez mi volt, bazd meg? Ez mi volt? Ez egy szabad rugást adnak azért? Főrugnak, bazd meg, egy az egybe a 16-os közepén. Azért semmi nincs, itt meg, bazd meg, semmi nem történik, és kap egy szabad rugást. Teljes káosz, bazd meg. Hát ez a kibaszott szarnál is szarabb. Pellegrini. Pellegrini. And that's it, all over here, and it's not a result that will send the majority of the crowd home happy. Well, this was certainly a bad day at the office, so poor at the back. They just looked so nervy, and when they went forward, really slow, pedestrian, they were really disappointed after that. De neked a bírónak kell lenned, és azt, hát, érdekes. Hát félkész, az biztos. Csak általában ezek nem szoktak kész lenni, az a baj. De akkor egy bágos játék, hogy ilyet még én sem láttam. Lehetetlen dolgok vannak benne, ez kabari. Aj, bassz meg, hát ez. Egy lose behúzunk. És egy... És egy 5 perc szünet, aztán még egy búcsú mérkőzés lejátszunk.
Na kérem, tisztelettel itt vagyunk újra. Kóla Twitch írja, hogy párbeállításon segítene. El kell mondjam Kóla Twitch, hogy elképesztő komoly játékosok a Mogács Akadémi gazdasági és sporti igazgatói, akik azért megnéztek ezt, azt, de meghallgatom először, hogy mi az, amit úgy gondolsz, ha még egyáltalán itt vagy, hogy lehetne állítani rajta. Én továbbra is ezt a két R1-et nem tudom, hogy micsoda. Ez olyan fura. De amennyiben nincs itt Koala Twitch, akkor viszont megkezdem a mérkőzést. Hát a szavazásnak vége van, igen. Sajnos ezt elég gyorsan elbuktam. Azt sajnos csúnyán elbuktuk. Igen, hát elég sokat kihagytam, most kezdünk bepörögni, beindulni. Csapatgatjuk. Szevasz, Akvel! And we've got a division rivals game on the way for you. How do you see this one going, Sue? Thanks, Guy. Well, I'm really looking forward to this one today. It'll be interesting to see how both teams line up. But what an atmosphere we have here. I absolutely can't wait. Here's how the home side lines up. Hugo Lloris is in goal. Rafael Varane plays alongside Lucas Hernandez as centre-backs. Aurelien Tchouaméni starts alongside Gavi in the centre of midfield. Oi, Dybala! Micsoda szóló! Kérem szépen, így kell elkezdeni egy mérkőzést. 1-0 then as we get started again. Marcos Llorente. And it's been cut out. There's the turnover. Dybala vissza is szerzi. Elképesztő formában, kérem, csak én cseszem el. This is looking good. Now what comes next? Lovely ball. This could lead to something. De kár ez így. Na. Már hagyjuk a faszomba egymást békén. Úgy, az gyönyörű volt. Mekkora szerelés volt, te jó ég. Na jó. Mi ez, bazd meg? Ez mi a büdös fasz? Hát miért nem veszi el tőle? Mit állnak ott együtt a labdán? Possession given away. They're getting into a good position. Baj van, menjünk már, nem tudok oda rakni senkit, bazd meg. It's in! A frenetic start and we're all square once again. Incredible! So off we go at 1-1 now. Looking for an angle here. Dybala! Hülye fasz vagyok, bazd meg. Tchouaméni. Pass cut out. What can they do now? Advantage played, no free kick. The whistle goes for a free kick, and this could be really promising. Bazd meg, nem odaadtam a kurva anyádat totál az ellenkező irányba. Hát megőrülök, komolyan mondom. Gavi now. Mala. It looks the right ball. This has to be. Penalty given. Can they take the chance to lead?
Jó gyerekek, hát ez játszhatatlan. Well, no card, just a warning and a fair few protestations. Szélen ez a játszhatatlan kategória, hogy bármit csinálhatsz, bazd meg. And they have paid the penalty. It's been dispatched. Minden kibaszott kurva meccsem van, 11-es, most már a kapusom csinálja. Több olyan volt, bazd meg, hogy köze nincs ahhoz, amit én nyomok, de kapok egy 11-est. Able to skip past his man. Klaus. And that's where it ends, with possession. Hihetetlen, bazd meg, hát hogy lehet egy ilyen kibaszott fost létrehozni? They found a way through. Oh, I think he went too soon. Yeah, he did. He's delayed and delayed, and you can only hold your run for so long. That's why the flag's gone up. Griezmann. Ah. Read the pass well and cuts it out. Kolo Muani. Now Dybala. Chiesa. Good work to recover possession. Gavi now. Onto Llorente. Onto Gavi. Moving the ball forward. What can they do from here? Pellegrini. Dybala. Chiesa. Nem volt a... Oh, they looked in there. That's nicely cut out. Promising looking ball. Pellegrini. Chiesa. Decent move looked to be building, and that's it for now. Gavi now. Az nem, mi a faszom van a kiézzel, hogy a lassan forduló, mint egy busz. Promising looking attack this. Well, it looked promising, but only up to a point. Kolo Muani. Lefáradtam magam sok kurva igazságtalanságban, egésztől elment a kedvem. Unable to retain possession. Faszomba lehet így normálisan játszani egy... Tchouameni. And this could be. It's there. And it's a goal. That's a real settler for them. Two in front now. Three goals to one then as we get started again. For them here. Visszapattam magányba pattam. And a marvelous save. Well, it just shows great reflexes and agility to keep that out. It's a top class save. And the defender in the right place to stop it. Tchouameni. And it's on now. And that's a great bit of goalkeeping. That's what he's there for. Played into the box, and a really good bit of goalkeeping to keep out the headed attempt. And that's gone out for another one, corner again. Delivered towards the back stick, and further clear they go. There's surely no throwing this one away. And that'll do it, the end of the first 45 minutes. Mortal Kombat módot. Aj, bazd meg, de kurva idegesítő tényleg, így bassza az ember az idejét erre a szarra, összerakjuk a csapatot, kicsit mintha élveznénk is, bazd meg, állam, meg van torkoztatva az összes meccs. Megpróbál megnézni, ez mi? Egy kéken variálnak, a mire jó? Nem tudnak passzolni sehova. And there's
Jó, ezt befejezzük ezt a meccset. Megnézzük, mit tudunk létrehozni. De az az érdekes, hogy maga a játék, ha nem csalna a gép, akkor jó lenne, mert jó érzés vele rúgni, fines shotot csinálni, lögdösödni, jó a mozgása. Ezért nekem nincsen gondom, azzal van gondom, hogy ez nem az, ami... Cheers, Guy. Well, it's a pleasure to be here, and I'm anticipating a good game today. The coaching staff have done up. And there it is. Azt mondja, gyerekek, tényleg semmi közöm az egész kibaszott kurva játékhoz, bazd meg. Fölvillan a hülye fasznál a betonkorlát jel, és úgy bassza be a kapuba. Get the shot off, but it is a bit fortuitous how it goes in the back of the net. Úgy kapom egymás után a gólokat, hogy nincsen semmi közöm hozzá, bazd meg. Hát ez hihetetlen. Ez meg nem tudja belőni a kurva anyját. Most ez mi a faszomért nem tudta belőni? Mi a büdös kurva élet, amiért nem tudta belőni? Egy az egybe, bazd meg. Ezt meg nem tudom leszerelni, ez nem tudom ki a kurva anyja tényleg. Ansu Fati. And the defense has done its job to stop any trouble brewing. Fernandez. Oh, a great chance. Oh, cheeky attempt. And that results in an easy save. Well, he's tried to be a bit cute here, hasn't he? When I think he could have just passed that into the net. It's a chance missed there. A chance to get something going here. Meg is nem, and that's a shame for them, nothing doing. Ansu Fati. Now, can he get the cross in? Nagy hiba, kijött onnan a védő, bassz meg. Szegább én követtem el. Well, it did look promising, but threat averted. Hát te bassz meg, mit csinálni, a Griezmann meg egyből leszedik. Kurva élet, basszom meg. Semmi értelme, bassz meg, ezzel a retekkel, ebből is kilépünk a faszomba, mert életben nem fogok visszafejlődni. Lorenzo Pellegrini. Now Chiesa. Promising looking ball. A terrific tackle. The chance has gone. Moving forward well. Ez passz, mert nem hiszem el tényleg. Ez mi, hogy elszedem tőle, és utána tovább izélje? Hát ez hihetetlen, bazd meg. Jaj, menjünk már, kurva életbe, ki se tudok belőle lépni, a büdös kurva anyját. Takarodj innen.
amiért ilyenkor őrjöngök, az a bele fosott idő ebbe a mocskos szarba. Tényleg. A bele fosott tömérdek idő. És mindig kecsegtet azzal, hogy hát, ha történik valami, de nem, bazd meg, tényleg, teljesen leszarják, teljesen. Teljesen le van szarva, inkább azzal foglalkoznak, hogy nőket keverjenek össze férfiakkal, a büdös, kurva anyjukat, bazd meg. Ez az egyetlen újítás, amit sikerült belerakni. Titkárnőnek is adok egy kis fizetést. Kurva anyjukat. 4-0 vezettem, 20 perc, aztán megszállt a Szentlélek, és nem volt. Ő vert 4-et. Well, just the sort of weather the fans were hoping for this evening. It's absolutely ideal. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary box, providing expert analysis, is Stuart Robson. And what we have coming up is this intriguing contest in division rivals. Stuart, tell us about your pre-match thoughts. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players, players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. And here's the starting lineup for the founders. Jan Oblak is the preferred keeper. Danilo starts alongside Alessandro Nesta in central defence. Stanislav Lobotka plays alongside Luis Alberto in central midfield. And up front, Paulo Dybala starts with Diego Milito. That's a good looking pass. Hoppá, Bremer! Ez egy becsúszás volt a levegőbe, csak mondom. And there's the delivery. Can they cover up? Az is, miért nem fogja meg? Nem már, ez ki a fasz? Lehetetlen az, meg ez az egész. Lehetetlenül szar. És nem tudom végignézni, hogy mi történt. Le lett szerelve, és visszakapja, bazd meg. Leveszik tőle, visszanyúl, még van ideje visszanyúlni a védőhöz, és elvenni tőle újra. Hát, hogy a picsába? Dybala. Just the challenge that was required. Marcos Llorente. Authoritative attacking play from Dybala this time. Some of the fans are screaming, have a go. Well, diving magnificently to make sure he got there. Who can he pick out? Clearance needed to be better. And quite simply, wide of the target. Pellegrini. Just not looking confident in possession. Dybala. Milito. And a goal! That's his brace! Nem tudom, teljesen elment az egész rakert, de olyan kibaszott, mérhetetlen fos, bazd meg, hogy nem érdemes támad, nem érdemel meg a játék, hogy támadásokat felépítsek. Semmit nem érdemel meg, bazd meg. Futkorászás, meg izéd, nincsen csapatjáték, ez megy, érted, hogy szarrá cselezem magam, nem is cselezek igazából, csak megyek, mint egy mérgezett egér, bazd meg a labdával, azt ennyi. Akinek jobb játékosa van, az az ügyesebb. Nézd meg, nem tudom, ott tökéletes, bazd meg, ez a legjobb példa, csak nem tudom megmutatni se, bazd meg, hogy ott van az ember, nyomom a szerelést, és egyszerűen elfut mellé, nézd meg! Ott semmit nem csinált, bazd meg! Miután megnyomtam rá, fél órára kalimpált egyet a levegőbe. Hát simán le kellett volna szerelje, totál egymásba futottak. Semmi nem történt. But stout defending when it mattered.
Dybala. Now Griezmann. Opportunity here. What a block! Griezmann tasked with taking the corner. Jonathan Klos. Now Coquelin. Very quick thinking there. Chance maybe to use their counter-attacking ability to good effect. Llorente. Cuts it back. Magnificent defending. Ball is loose. And a time for calm on the ball. Azt nem tudom, ki ez a fél úr, amire elrúgja azt a kibaszott labdát. Nem értem, mi van. Nem értem. Miért kell ezt elbaszni? Mi a faszomért? Ugyanaz, mint a szerelés is. Nyomom egy órája, bazd meg. Nem lép oda a kurva anyjának se. Utána meg a levegőbe lép oda. Hát kibaszott nevetséges az egész. Well, it's so hard to get this right, and he just couldn't adjust his body quickly enough. Az mi? Dybala. Chance for Dybala. Still possibilities. Használhatatlan az egész. Well, it looked so threatening, but the danger averted. Luis Alberto. Marcos Llorente. Dybala. Can he take the chance? Dybalát nem tudja az a geci nagy állatod éppen. Well, it's great awareness of space in the box, and then he shows a lot of composure with the finish. That's a clever goal. And calling upon all his defensive qualities. Molina. The ball with Luis Alberto. Roberto Carlos. Luis Alberto. Llorente. And making his move inside. Winning back possession. Well, on the cusp of the half-time interval, and they're not really enjoying this away day, are they? Oh, can he finish it here, Derek? Well, the keeper is happy. The na, jó van, gyerekek. Ez szerintem ennyi volt mára. Én ezt nem fogok vagy vérzést kapni ezen a foson. Este az Assassin's Creed Luis Alberto. Akkor tudunk ide látni, és bírom ezt a fost. Marcos Llorente has it. Egyszerűen olyan szinten szar, tehát olyan mérhetetlen az alja az egésznek ez a játék. Több éven keresztül az első FIFA-tól kezdve kísérem figyelemmel a játéknak a történetét. Olyan mérhetetlen undorító, ami egészen felfoghatatlan. Tehát most már az a szint, hogy ennyire belenyúlnak az egészbe, ez az összekeverjük a lányokat, a fiúkkal, hogy legyünk PC-k, legyen rózsaszínvonal, öljük meg az egész játéknak a lényegét, és legyen egy ilyen óvodásoknak készül, de még azoknak sem raknék ilyen játékot, ahol magát az igazi játékot ölik meg, akkor menjünk azzal a faszon tudja, hogy hívják, az a japán, ahol ég a labda, meg mit tudom én, milyen foci, mi volt az, nyomassuk azzal, és tényleg akkor játszunk ilyen babákkal, ezt tudom mondani. Ez. És még talán ezt is lenyelném, az összes ilyen barom újítás, de azt, hogy belenyúl a játékba ilyen szinten, az viszont tényleg szerintem ezt ki akarok lépni ebből a szarból. Na, szerintem nagyon gáz. Néha olyan érzésem van, mintha előbb tudnál, mit akarok csinálni, mint én, az meredek. Hát igen.
pontokat a szavazásból megkapjátok, remélem szétosztjátok. Csak én nem kaptam meg a pontokat az előrejelzésből. Tsubasa kapitány, az volt az, igen. Megkaptátok a pontokat, tessék. Szerinted fasz a játék lett. Hát akkor egészségedre, örülök neki, ha tetszik. Visszajárna a pénz, normális esetben ennyi bug és élvezhetetlen izé ellen. Hát igen. Egyébként én is azért vettem meg a csodálatos IA FC24-et, mert ugye ígértek, hogy idén teljesen más lesz, nyilván tudtam, hogy nem lesz, hiszen 5 éve ugyanaz a játék, de gondoltam, hát ha például már védenek a kapusok valamit. Hát igen. Én azért vettem meg, mert én a Mogács Akadémit szeretném játszani ezen a csatornán továbbra is. Az egy dolog, hogy milyen platformon. Az a baj, hogy valószínűleg ez a legjobb egyelőre, mert mi a másik, eFootball is szétment. Nem eFootball, mi a neve? De eFootball a neve. Ott a védekezés teljesen halott. Ilyenkor hogyan vezettem le az idegességet? Sehogy. Ez a legrosszabb az egészbe. Na, gyerekek! Az új elef háta játszható lesz, hát az nem lenne rossz. Az a PES volt az eFootball, igen. Na mindegy, szerintem mára ennyi. Én minden kedves nézőnek adok még 100 SteelSeries pontot, hogy legyen. Ma este folytatjuk az Assassin's Creed-et, ami viszont igen hangulatosnak tűnik, bár ott meg a verekedés kicsit nehéz, de maga a játék elég hangulatos, és egy kis éjszakai késelés az, ha van kedvetek, csatlakozzatok a csatornára, ha élőben szeretnétek nézni, akkor pedig nem ezt akartam, az akasztott ember estemet továbbra is nézhetitek holnap még Cegléden, van még pár jegy, oda le lehet csapni, aztán csütörtökön 60-ban, pénteken Veresegyházon, és 14-én pedig Pomázott lesz, és 21-én Lajosmizén, a hónap végén pedig Majdan Budapesten egy dupla előadás. Tehát gyertek, találkozunk élőbe is, most pedig köszönöm a moderátorok munkáját, köszönöm a támogatást, hogy néztetek, vigyázzatok magatokra, este találkozunk, szevasztok!